Nem lesz népszavazás a visszamenőleges jogalkotás tilalmáról. Az Országos Választási Bizottság az alkotmány egyes pontjaira, illetve fogalmazási pontatlanságokra hivatkozva utasította vissza az MSZP népszavazási kezdeményezését. Bordás Vilmos, a testület elnöke elmondta, hogy azért nem támogatták a beadványt, mert az érinteni az új alaptörvény egyes rendelkezéseit. Lukács Zoltán MSZP-s képviselő szerint az OVB Lázár János javaslatai mellett állt ki, ezért az Alkotmánybírósághoz fordulnak jogorvoslatért. A visszamenőleges hatályú jogi szabályozás tilalmával. Heves vita volt az Országos Választási Bizottság ülésén az MSZP visszamenőleges jogalkotás tilalmára vonatkozó népszavazási kezdeményezéséről. Nincs olyan alkotmányos rendelkezés, amelybe valójában ez a népszavazási kezdeményezés ütközik. Az ellenzéki párt a magánnyugdíjpénztári befizetések és a 98%-os különadóról szóló törvény miatt népszavazásra bocsájtotta volna azt a kérdést, hogy egyetért-e ön azzal, hogy az új jogszabályoknak az érintettekre nézve hátrányos rendelkezését a jogszabály hatályba lépését megelőző időszakra vonatkozóan ne lehessen alkalmazni. Ki az, aki a most tárgyalt kérdés hitelesítését támogatja? 3 szavazat, egy ellenpróbát kérek. Ennek megfelelően ez 7, ha jól számolom. Tehát 7-3 arányban a kérdés hitelesítését megtagadtuk. A beadványt végül elutasították. Bordás Vilmos a testület elnöke szerint a beadványban szereplő hátrányos szó tartalma, illetve a nemrég elfogadott új alkotmányra való hivatkozás miatt. Nem tudjuk mondani, hogy olyan kérdésnek engedjünk zöld utat, amely egyértelműen, hogyha végigmegy a meghatározott eljáráson, és eredményes népszavazás kerekedik ki belőle, akkor az alkotmány egyes rendelkezéseit érinti. A kezdeményező MSZP-t képviselő Lukács Zoltán szerint politikai döntés született. Az alkotmány saját magával van ellentétben. A második szakasz azt mondja, hogy jogállamban élünk, tehát nem lehet visszamenőleges jogalkotást csinálni. Ugyanakkor a 70. pontban már visszamenőleges jogalkotást tesz lehetővé. Ez nem a mi hibánk, ez azoknak a hibája, akik ilyen alkotmányt csináltak Magyarországon. Erre vonatkozóan, vagy erre hivatkozva szerintem nem lehet elvenni az emberektől azt a lehetőséget, hogy ebben a fontos kérdésben véleményt mondjanak. Az MSZP a Választási Bizottság döntése miatt az Alkotmánybírósághoz fordul jogorvoslatért.